Nagyon sok szeretettel és egy vadonatúj produkcióval köszöntelek titeket, ennek a címe a kezdetek. Köszönjük az eddigi bizalmat is, hogy ilyen sokan megtiszteltek azzal, hogy feliratkoztatok és néztetek minket. Ha még te esetleg nem tetted meg, akkor itt a lehetőség, hogy tedd meg iratkozz fel a csatornára, hogy az újabb, újabb tartalmakról mindig értesülhess. Nos, miről fog szólni ez a produkció? Olyan méltán ismert és elismert embereket hívunk el hétről hétre, akiknek az életútja, az eredményei követendőek, olyan példát mutatnak, hogy honnan, hova lehet eljutni. És sokszor már csak azt látjuk, hogy hova, és azt nem, hogy honnan. Úgyhogy arról fogunk beszélgetni, azokból a pillanatokból hozunk egy-egy szösszenetet, amin keresztül mentek, hogy milyen kihívások vezettek oda, ahol most tartanak. Remélem, hogy kellően motiváló, inspiráló lesz számotokra, és még többen megtiszteltek majd azzal, hogy itt legyetek velünk, hiszen azok az emberek, akiket ide elhívunk nektek, azok mind-mind nagyon sok munkát tettek bele, hogy odáig és azt az üzenet szeretném, hogyha visszatérne a világba, hogy a kemény munkának mindig megvan az eredménye. Majd megértitek, hogy miért, én nem is kellett, hogy gondolkodjak rajta, hogy az első meghívott vendégem, ő horvát Tomika, és néhány gondolatot osszak meg veletek, mielőtt személyesebben is üdvözlöm. Feleségével építették fel a közösségi oldalaikat, a Facebookon 330 ezeren, Instagramon 362 ezeren követik őket, és a YouTube-on 391 ezer feliratkozóval rendelkeznek, ami azért úgy nagyon nagy eredmény. Ezt személyesen is gratulálok hozzá, Köszönöm. és a TikTokon is van 128 ezer követőjük. Dalai össznézettsége a YouTube-on átlépte az 500 millió megtekintést. Ez óriási, amikor gratulálok. Több mint 100 dalszerzeménye van, ami hivatalosan is megjelent már. Ezek közül van olyan, amiben zenei producerként szerepel, vagy társszerzőként. Megnyert két tévésó műsort, szerepelt zsűriként is, a Megyfa című dalával pedig egészen a döntőig menetelt el az Eurovíziós magyar dalválogatón. Kétszer is teltházasak voltak a parkban, a Budapest parkban, az egyiken ott is voltam, nagyon nagy élmény volt. A megyfát játszott a német, holland, brit rádió is. A hazai nagy fesztiválok nagy színpadán rendszeresen visszatérő fellépő hölgyeim és uraim fogadjátok nagy szeretettel, horvát Tamás, dalszerző, zenei producer és énekes, és azért olvasom, mert nekem ő horvát Tomika. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Hát én még jobban. Tudod, mi az egészben a legjobb, a, a kezdés. Ezt ne? olyan jó volt visszahallgatni. Általában én nem szoktam az azért így nézegetni nem mérem fel, pedig pedig azt gondolom, hogy egy 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 nehéz napindítás bocsánat, tehát hogyha egy, ha jól akarnám indítani a napot, uh -huh. akkor lehet érdemes lenne végignézni azt, hogy mi a, mik azok, amiket eddig elértünk. Hogy, onnan, hova hogy el honnan el. hova jutottunk el. Hogy honnan hova jutottunk el. Ezt, úgy néha hajlamosak vagyunk elfelejteni, és olyankor belemerülünk a saját deppingbe. Uh -huh. De aztán ezt így végighallgatva olyan, olyan büszkeség. Töpjó, nem? igen, büszkeség töltött el, és, 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 az a fajta büszkeség, ami inkább hála. Tehát ez a fajta hála, amit ilyenkor érzek, és olyan jó volt ezt végighallgatni. A stoicizmusban Itt... azt mondják, hogy a meglévő dolgok Örömködés. Tehát most akkor te is egy kicsit megélted azt, igen. hogy igen. basszus, ez mind én vagyok, tehát ez milyen jó, igaz? Igen, hát igen, például az, hogy, az, hogy ugye ezeket megélni, uh -huh. hogy, hogy ott lenni abban, a, abban, amikor mondjuk esetleg a, az egyik teltháznál. Uh -huh én próbáltam megélni a pillanatot, megállni két dal között, körülnézni, nem, nem szólaltam meg, csak néztem a közönséget, hallottam az ovációt, és próbáltam valahogy mélyre raktározni a pillanatot, hogy, hogy ezt ne engedje el soha, mert, mert tudatosan ott kell lenni, hogy megéljük, és ez annyira, annyira nehéz feladat, mert annyira gyorsan élünk, főleg előadóként, éjjel-nappal megyek, utazok, több ezer, több százezer kilométer van most már mögöttünk, és tényleg azt érzem, hogy, hogy megállni, és, és megélni azt a pillanatot, talán most arra értem meg, arra a szintre, hogy végre azt mondhassam, hogy meg tudok állni. Hát akkor legjobbkor beszélgetünk Igen. erről. Hadd mondjam el én is egy őszinte vallomás, hogy ez a műsor, amit akkor én kitaláltam, akkor te volt a legnagyobb inspiráció. És tudod, mivel? Azzal a videóval, amit egyszer feltöltöttél a Facebookra oh. a régi otthonodból, és én azt elérzékenyültem, amikor azt megnéztem. Nem véletlen, hogy sok millióan nézték meg, és, és egy nagyon szívből szóló üzenet volt. És amikor én ezt láttam, akkor azt mondtam, hogy a kutyafáját, másképpen fogalmazta, nem most így nem akarom is szó szerint idézni, hogy tényleg az, amikor az emberben van egy szándék, egy tehetség, és közben a kemény munkát hozzáteszi, akkor mi történt ebből? Igen, nem csak sokszor csak a fényt, meg a csillogást látjuk, hogy ó, a Tomikának ma milyen élete van, de én szeretném megmutatni azt, hogy mi van mögötte, mint mentél keresztül, hogy szerintem ez egy nagyon üdítő példa lehet arra, hogy igenis van olyan lehetőség, hogy kitörjön az ember. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy, hogy, jó példa lehessek. Úgyhogy... Már az vagy, már az vagy, ez a műsor nem ezen fog múlni, hogy az lesz le, hanem inkább Úgy. azt mondom, hogy méltán sokan követnek, ismernek, szeretnek, hallgatnak, hát ugye itt voltak a számok, amiken végmentünk, tehát inkább azt szeretném hozzámutatni a te szavaiddal. ugye ez az egész még ide kamerába mondom egy pillanatra, hogy mindenki számára egyértelmű legyen. Arra kértem a Tomit, hogy válasszon ki Andikával, mert egyik most is itt ül velünk, mindig együtt mennek mindenhova. Nagyon érdekes volt már a bemutatkozásnál az első mondat feleségével, tehát hogy azonnal ott van, nem is hagyott ki, nem. nem is mindenben annyira együtt vagytok, és én ezt imádom, nagyon jó példa erre. És hogy azt kértem, hogy tíz momentumot küldjetek el, legyetek kedvesek, hogy ezeken fogunk most végigmenni a Tomival, és mindegyikhez majd hozzáteszi a saját kommentárját. Én már láttam, a képeket, és hát nagyon izgalmas utazás áll előttünk, úgyhogy kezdjük is az elsővel. Az első kép, itt egy gitárral vagy, és azt a címet adtad neki, hogy első zenei élményem, mesélj akkor erről nekünk kérlek. Hát uh, itt azt hiszem 8 éves voltam, ez egy uh, hangverseny volt, így egy évvégi hangverseny, ez egy úgymond felméri a következő évre. Aha. És én nagyon-nagyon szerettem már akkor Michael Jackson munkásságát, imádtam. Uh -huh. Sőt, hát az első igazi zeneélményem már négy évesen volt, amire a mai napig emlékszem. És ott mi történt? Hát ott, uh, ott, uh, ott egy bakelite Michael Jackson lemezt hallgattunk, és, egy, és, egy, és a mai napig megvan, hogy a Bad lemezét hallgattam. Aztán annyira beleszerettem. Négy éves Négy korodból így emlékszel rá. Természetesen. Sztánna. Utána, 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 utána pedig a bátyám a ezt hallgattatta meg velem, és a lemez az olyannyira beütött, hogy édesanyám nehezen bírta, nyolcszor hallgattam meg ugyanazt a dal. Aha. És nem értette anyukám akkor, hogy miért hallgattam meg ugyanazt a dalt újra és, újra. és próbáltam neki elmagyarázni, hogy anya, ez azért van, mert én nem ugyanazt hallom. Azt mondja, fiam, hát ha ugyanazt a dalt hallod, mondom, nem. Nézd, és egyszer csak észrevette, hogy én külön a hangszereket kezdtem el figyelni már akkor. Tehát külön a kongát, külön a gitárost, külön Aha. a vokálmit énekel, és ez egy nagyon érdekes felismerés volt már akkor. Az első zeneiményem pedig, igen, eh ehhez a képhez kötném, mert nagy közönség előtt, mondanám a tanárokat, ugye a zene, a gitártanáromat például, Aha. vagy a családomat, akkor volt az első ilyen fellépésem, ami egyébként szerintem sikeres volt ha jól emlékszem. Úgyhogy tovább mentem. Úgyhogy... Hát figyelj, a mellékelt ábra szerint igen, mert hát, akkor nagyon örülök annak, neked is voltak itt egyébként ebben az időszakban, még ilyen kifejezetten kisfiúként olyan, hogy mondjuk mit tudom, belesültél, leégtél, vagy bármi mondjuk akár ebben a produkciónál emlékszel ilyesmire, mert én emlékszem arra, hogy amikor először volt olyan, hogy szavanom kellett, és azonnal bebakiztam, és kiröhögtek, és utána én nekem nagyon sokáig, most furcsa elképzelem hogy itt tőlök és téged interjúvolnak meg ugye én is törekszem arra, hogy verbálisan minél több Kifejezem magam, de nekem na, nagyon nehéz volt. Neked nem volt ilyen? De volt. Volt volt ilyen, amikor egy kötelező darabot kellett megtanulnom, uh -huh. és, és egyszerűen elakadtam. Uh -huh. És. De akkor ez nem zene, hanem próza? Mi folytatsz uh, kellett? Bocsánat, nem, darról van szó. Darról tehát van zene, szó. gitároztam, okay. egy kötelező uh, gitárdarabot kellett eljátszanom, uh -huh. és ez egy vizsga volt, és uh -huh. uh, elakadtam. Viszont. Uh, Valahogy elengedtem a dolgot, abban a pillanatban nagy volt a csend, Aha. nagy volt a szünet, ott ültek benne akkor nagyon sokan, tehát ott 150 fő hallgatott, És, az és fiatal, fiatal gyerekként kérdez... átszegeződnek a tekintetek. Igen, és láttam a, láttam a gitártanáromat, hogy elkezd folyni a homlokkán az izzadság, hogy nagyon izgult. És egyszer csak elkezdtem improvizálni. Elkezdtem olyan akkordokat fogni, amiket egyébként nem tanultam. Itt hány éves voltál? -e? Akkor voltam, azt hiszem, 12. Aha. 12 éves lettem, amikor ez a hangverseny volt. Ez az évvégi vizsga, és és játszottam, elkezdtem gitározni, az mindenki tudta a teremben, hogy nem így van az eredeti Aha. darab. De hát kivágtam magam a dologból, és a végén befejeztem a darabot, így mindenki át, nem tudták, hogy mikor lesz vége, mert nem ez volt az eredeti mű. Aha. De hát én befejeztem, nagyon-nagyon határozott mozdulattal fölálltam, egyet meghajoltam, mindenki elkezdett vastapsolni, és láttam a tanárom fején, hogy mennyire büszke, mert kivágtam magam ebből a. Ez nagy dolog, tehát improvizálni nem tud bárki. Tehát azt most, azért mondom, hogy 12 évesen ez egy meredek sztori, mert, mert én azt mondom, hogy a, a pont az, hogy amikor tudod a koreográfiát, akkor ugye az jobban tudsz igazodni. De az, hogy így impróból azért az. Nyilván, és főleg azért, mert ott azért tényleg a szakmaiságot figyelik. Hiába voltam ilyen, ilyen, ilyen fiatal, ott, uh -huh. ott azért meg kellett felelni, és ott ö, azt pontoszták. Tehát így, mondhatom úgy jegyet kaptam rá, uh -huh. és ö, és az volt a szerencse, hogy megoldottam. Tehát életszerű volt ez a történet. Egy, tép fogtam, és mintha egy koncert lenne, azon már kezdtem. De 12 évesen én még nem nyomtam komoly koncerteket, de már akkor bennem volt az, hogy valahogy ezt be kell fejezni, ezt uh -huh. meg kell oldjam. De azért ez a pillanat nekem is megmaradt. Főleg az a kínos csend, az a pár másodperc olyan volt, mintha ott ülnék egy órája, és nem tudok megmozdulni. Szóval azért ez egy nehéz pillanat volt, amire mai napig emlékszem. Fantasztikus. Ehhez a képes szeretnél-e még bármit, vagy menjünk tovább? Mehetünk tovább. Jó, lehet, hogy vissza még Érni, mert uh, nem feltétlenül ilyen logikai sorrendbe szeretném, hogy végigmennénk, hanem bármikor Jó. van egy olyan emléked, azt mondta, hogy ú, ott még menjünk vissza, mert ott valami beugrott, akkor ezt meg tudjuk tenni. Hát én már hallottam ezt a történetet, és ez is elérzékenyített. Tehát nekem nagyon szeretem azt, amilyen átélésre tudsz mesélni. Ennek azt a címet adtad, hogy karácsonyi ajándék ígéret. Igen, igen. Egyébként, mikor a képet meglátom, <laughs> én nektek be, hogy, hogy, megmutassam, mm -hmm. de nekem is, nekem is rengeteg érzelmet tulajdonítok ehhez. Ugye, igazából nagyon szegények voltunk, és ö, anyukámmal, ö, hát tényleg, tényleg, azt kell, hogy mondjam, hogy napról napra éltünk. Uh -huh. És amikor elfogyott a, a, az étel, akkor a szomszédok jöttek segíteni. Tehát nem volt fürdőszobám, Én, ö, mi kályhán melegítettük a vizet, lavorban fürödtünk, meg volt a sorrend, mit hogyan kell mosni uh -huh. helyesen, hogy ö, utána aztán újra melegítsük, szóval nekünk minden este ilyen volt. És ö, függetlenül ettől. Én ezt, én ezt, szép, én ezt jónak élem meg. Tehát én azt gondolom, hogy nekem egy fantasztikus gyermekkorom volt, függetlenül attól, hogy szegények voltunk. Eznek nem lett az oka, hogy a nélkülözés mellett azért ott volt a szeretet a légkörben, tehát hogy hogy a családban, mert hogy akkor elhalványulhatnak ezek a dolgok, még hogy elmondod, azért ezt egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, mazoistának tűnik, hogy azt mondta, hogy ilyen nélkülözés mellett, hogy, hogy, hogy ennyi minden az alapvető, Igen. tehát a masztóféle szükségletpiramison az alsó szintről beszélünk, Tomika, hogy ha nincsen, Milyen. nincsen mit enni, tehát nincsen nincsen hol tisztánkodni, stb. És ehhez képest azt mondta, hogy ez egy szép emlék. Nagyon szép emlék volt, és azért mondom ezt, mert ahogy mondtad, a szeretet ott volt. Mm -hmm. Az mindig ott volt. Nagyon, nagyon erősen szeretett édesanyám. Tehát ő, ő, ő is ilyen elég magas fokon égett mm -hmm. Tehát, Tehát azért hasonlóak vagyunk, és, és voltunk. Hogy, hogy ő is ilyen tűzről pattant volt, és nagyon tudott szeretni. Mm -hmm. És én azért mérhetetlenül hálás voltam mindig. És igen, nagyon-nagyon sokáig nem voltak játékaim. Aztán aztán a bátyám, aki akkor már az apukámmal élt, jött mindig látogatni. Hány minket. év van köztetek? Ö, a bátyámmal, ö, nem akarom most most próbáljam fiatalítani, ha. de nem, nem, nem fogom. Hat év van köztünk, okay. hat év különbség van. Um, szóval ő, ő mindig jött le, és ő mindig hozta az ő játékait, hogy neki mi Hogy helyzet. Jaj, mert azért mert az apukádnál Apukám, élt, és ő... ő ott kapott, és neked az édesanyád nem volt oké. Okay. Igen, igen, édesapámmal ők jó módban éltek. Um, és hát a helyzet az, hogy édesapám próbált nekünk segíteni amennyire tudott, uh -huh. de anyukám, mivel egy nagyon erős személyiség volt, sokszor a segítséget sem akarta tőle. Nem fogadta fagadni. el. Aha. Volt, hogy nem fogadta el. volt benne, harag volt édesapád iránt? Igen, igen, ez dac, ego, de főleg ego, <laughs> tehát uh -huh. egy nagyon erős személyiség volt, uh -huh. és és mivel... mivel Büszkeségből. Élet, főleg büszkeség, ami, ami ami miatt úgy volt, hogy ő meg fogja oldani uh -huh. a, a mi életünket. Um, én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy így utólag belegondolva, én örülök, hogy nem adta fel magát. Uh -huh. És tudom azt, hogy a büszkeség, az ego egy bizonyos ponton már butaság. De, de van az a határ, amire azt mondom, hogy dehogy nem. Az ő személyisége valójában egy ilyen ember volt, és uh -huh. ő, 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 ő ehhez hozzátartozott a büszkesége. És valahogy úgy érzem, hogy így alakult ki az ő imidzse, uh -huh. <laughs> és ez, ez, erre majd később visszatérek. Legyen így. Szóval a karácsonyi ajándék. Uh, akkor a igére. ígéret. Nem ígérette. tudom, hogy ennek van-e jelentősége, van, mert van, itt most már egy beteljesült önmegvalósításról van szó, amit a képen látom majd Így te kifejted, van. de itt még az ígéret szó szerepelt. Igen, egy ígéret. Édesanyámnak én megígértem karácsonykor. Igazából sikerült neki összegyűjteni annyi pénzt, ez 1750 forintról beszélünk. Uh -huh. Egy ilyen kisebb figura, amit itt áll elő, ez körülbelül egy ekkora figuráról beszélünk. 1750 forintba került akkor, uh -huh. itt Magyarországon, és uh -huh. egy darabot tudott nekem venni. És akkor megláttam, összetraktam, és annyira örültem neki, hogy késő estig játszottam vele, és akkor anyámhoz odafutottam, hogy ha én felnőtt leszek, és gazdag leszek, én az összes ilyen figurát begyűjtöm. És akkor anyám megölel, megszorított, megpuszította a homlokom, és azt mondta, hogy fiam, így legyen, ígérd meg, mondom, megígérem. És ez annyira megmaradt bennem, hogy, hogy miután elkezdtünk ugye koncertezni, Andival felépíteni az életünket mm. a nulláról, és már egy picit jobban kerestem Elkezdtem éjszaka rákeresni ezekre a figurákra, hogy vajon lehet-e valahol még kapni. Hát nyilván nem lehetett, gyűjtőknél egy-egy gyűjtővel ö, találkoztam. Ezek mind ilyen kuriózum Igen, darabban. ezek mind-mind kézzel festett japán figurák. Uh -huh. Tehát, hogy itt ezek gyűjtői darabok, amiket itt láttok. És azért, azért nagyon különleges ez, mert. Bizonyos figuráknál még a művésznek a, a portréképe is ott van a dobozon. Tehát például mondjuk ennél a figuránál uh -huh. tudom azt, hogy kifestette uh -huh. ezt, a, ezt a figurát. Ö, nagyon érdekes, ezek igazi művészi darabok. Nyilván az ember ránéz, mennyi felálló ajú anime figura van itt, és, és hogy milyen színes, meg hogy ennek ennek ez egy művészet. Tehát, hogy ennek, Ilyen, ennek van először. Amikor a képet megláttam, Tom, én azt hittem, hogy ez csak egy kép, tehát, hogy ezek nem valós figurák, hanem egy rajz tehát, hogy nem 3D-be képzeltem el, mondom, annyira gyönyörűek, annyira szépen megmunkált olyan finom darabok, Igen. és azt imádtam, amikor meséltél róla, amikor egyszer együtt vasaráztunk, akkor mondtad, hogy tehát olyan szenvedélyen meséltél mindegyikről külön-külön, hogy Igen. ezt Igen. itt találtam, ez onnan van, ez nem tudom, a történeti Hát Figyelj, órákat tudnék mesélni Igen. róla. Az biztos, hogy ezek mind különleges darabok, és igazából 12 polcon van, ami be van építve. Ebből ez az egyik polc. Tehát most már azt hiszem, 700 figura van bent a beépített falban. Hát betartottad az ígéreted, be, édesanyádnak. Be, 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 be betartottam, és amikor a, az összes figurát sikerült összegyűjtenem abban az időben, abból a sorból, akkor így kiraktam őket, kibontottam egy száraz fehérbort, beöntöttem a poromban, leültem, és igazából elkezdtem zokogni. Hmm. Tehát akkor úgy, úgy, úgy lezárult a, a, ez a szakasz. Hmm. Az ígéretemet betartottam, és ezt, ezt, ezt megcsináltam. És, és ö, ez is egy olyan fajta, nem, nem, tehát én amikor sírok, akkor igazából a, meghatott, uh -huh. tehát a meghatódottság az, hogy nem büszke a volt nem, benned abszolút, hanem nem. egy ilyen hálával telt meghatottság. Igen, igen, hogy ez sikerült, és, és bár lehet, hogy ő nem látja, uh -huh. de reménykedem benne, mégis azt érzem, hogy, hogy, hogy hogy én, egy, én, 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 én megt én megtartom a szavam. Én betartottam ezt, és megcsináltam, és, és ez egy fantasztikus eredmény volt. Az életemnek egy olyan fontos szakasza, amit sosem fogok elfelejteni. Szívből gratulálok. Köszönöm, lehetünk tovább. Persze. Oké, okay, nézzük a következőt. Édesanyám betegsége. Egyébként ez az a háza, honnan a videót készítetted, pedig az, amiről az előbb beszéltem. Igen, igen. Az a videó egyébként nem volt tudatos. Tehát uh, lementünk Tamásiba, édesanyám sírjához. Andikával mindig letakarítjuk a sírt, mindig viszünk rá friss virágot. És uh, Andi ott a te volt, hogy nem nézzük meg a szülői házadat. Hmm. Én valamiért nem akartam lemenni. Mondtam, hogy át inkább menjünk haza. De hát ő még nem látta, nézzük már meg. Mondom, tudod mit? Menjünk. Lehet, hogy egy picit féltem lemenni, hogy feljönnek az érzések, nem Abszolút. akartam. Azt már pillanat... azért valahol eltemetted, nem? Igen, igen. Édesanyáddal együtt akár, hogy, így van. hogy az emlékeket is. Igen, igen, és ugye ebben a házban a papámmal és anyukámmal éltünk, édesanyám apukájáról van mm -hmm. szó, szóval, tehát mi nagyon sokáig, én 11 éves koromig laktam ebben a házban, annyi különbséggel azért, hogy voltak ablakok, és ennyi. <gül> <gül> nem volt a felszólás, <laughs> hogy felvitted a hangsúlyt. És igen, és ennyi. igen, gondolkoztam, hogy még mit mondhatnék, de valójában ennyi. Tehát voltak ablakok, volt egy redőny, de sose tudtuk használni, azért nem húztuk le. Mm. <laughs> mert ha lehúzzuk, akkor már nem tudtuk volna vissza. Egyszer használatos. Bocsánat, igen. nem. De csak tényleg... azt nem mondom, mert nekem is volt ilyen előzmény, nem akarom most rólad van szó, de igen, próbál az ember ilyenkor viccet csinálni belőle, hogy könnyebb legyen, de értem, amit mondasz, Persze. hogy a, a külső az abszolút téma, hanem csak az igen. ablak a különbség. És itt a közvetlen szomszédunk, aki a képről most ott nincs uh -huh. nincs. Ö, ők ott voltak, otthon voltak éppen, mikor legurultunk a, a, a kocsival, és megláttak engem, és kijöttek, hogy tomika, megláttam őket, mondom, nem hiszem el, itt vagytok még itt, és uh, nyilván az ő Istennek, változott, tehát ők azért egy egymód, tehát egy fokkal jobban éltek hmm. már akkor is, és édesanyám legjobb barátnője volt. Hmm. És a, a gyerekek nekem a legjobb barátaim voltak, és egyből hát. Igazából abból a kiruccanásból egy ilyen négy-öt órát töltöttünk ott kint az utcában, beszélgettünk. Andinak rengeteget meséltek a gyermekkoromról, rengeteget meséltek édesanyámról, mm -hmm. hogy milyenek voltunk. És amikor a Andinak is elmondták, hogy úgy képzeld el Andikám, hogy ez a ház körülbelül ugyanígy nézett ki, csak ablakai voltak. És, és jó volt megmutatnom Andinak ezt, hogy igen, minden jöttünk. És aztán mondták, hogy az önkormányzat felvásárolta, és le fogják bontani. Hát akkor most voltál -e utoljára, vagy akkor voltál -e utoljára? Én akkor nem voltam nem? utoljára a háznál, és akkor bementem, megnéztem a, 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 a szobákat, minden hmm. ugyanott volt. Minden ugyanúgy volt. Jó, hát a butrok azok kikerültek, de hogy, hogy konkrétan a falon volt a régi, volt egy ilyen, tudod, abban az időben nagy volt, hogy ilyen, ilyen díszes szőnyegeket aggasztottunk Aha. a falra, és a papám valahol kapott egyet ajándékba, valami, valami munkáért cserébe és akkor az ott volt. De már ilyen nagyon fontos szakadt. És hát nyilván egyszerűen a lábam kezem elkezdett remegni, tehát olyan mély... Megérintett. Olyan mély érzelmeket hozott fel bennem. Andikáig bent beszélgettek a házban, én mondom, én most kijövök és csinálok egy videót. És akkor, akkor kimentem, elkezdtem elmondani, hogy honnan, hova lehet fejlődni, és hogy ne adjátok fel, nem, nem szabad feladni. És, a, és, akkor csak kiraktam. De én tényleg nem gondoltam, hogy ez ekkorát fog menni. Visszanézve a videót egyébként, most már nem lepődöm meg rajta, mert egy nagyon őszinte pillanat. Tele volt érzelemmel, Tomi. Igen. Igen. És valahol azt érzem, hogy, hogy olyan mély büszkeséggel tölt el, hogy ha ránézek erre a házra, egyszerűen olyan energiákat szabadít fel az emberbe, most is nyelem a bocokat, hogy, hogy tudjak beszélni. De <kül> én azt gondolom hogy 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 így vagyok kerek ahogy vagyok ezzel együtt ezzel jövök és én azt gondolom hogy pont ettől vagyok ma olyan ember amilyen vagyok azt gondolom hogy ez a legszebb emlék, talán a legszebb élmény a gyermekkorom. Az egyik legszebb élmény az életemben. jó gondolom, vagy jól érzem, hogy a papát is nagyon szeretted? Oh. már ahogy az ő nevét mondod, ellágyulsz, tehát az a fajta Igen. karakán férfi, akivé váltál, ott közben visszajön az a gyermeki éned, ahol az van, hogy a papa. Amikor így mondod, akkor ilyen nagyon érdekes érzéseket tapasztalok rajta. E, a, a Laci papa fantasztikus ember volt. Én nagyon-nagyon szerettem őt. Ő egy, ő egy, nagyon kedves, végtelenül jó szívű ember volt. Tehát ő végzett a malomban a munkával, megkapta a fizetését, és mire elért a házig, már nem volt pénze. Mert elosztogatta. Tehát mindenkinek segített. Tényleg mindenkinek segített. Tehát, hogy ő aztán az volt, hogy jaj, hát, és minden szomszéd ismerte a Laci papát. De mit kapott ő vissza ezért cserébe? Ha ő neki nem volt, akkor innen hozták a krumplit, onnan kapott kolbászt, mindenki hozott tűzifát, ha télen nem volt neki pénze. Tehát egy olyan jó szívű ember volt, egy tiszta szívű ember, akit nagyon sokszor kihasználtak. De hozzáteszem, neki köszöntem azt a fantasztikus tulajdonságomat, hogy bármikor fel tudok kelni. Tehát, hogyha két órát alszom, és te hajnali négykor engem fejlesz, hogy Tomi, indulunk, akkor én fölállok, 10 percet kérek, felfrissítem magam, és indulok. Mert hogy ő ilyen volt? Ő ilyen, hajnali 4 óra 20-kor minden egyes nap oda jött hozzám, elkezdett felébresztett, hogy Totya, kelljünk már a kertet gondozni. Totya, ez volt a, ez volt a, igen, a, a becenevem. Mondta, gyere, mert a kertet munkálni kell. De hát mondom, papa nyári szünet van, ne csináld már. És mindig bekapcsolta a ta. Tehát, -ta 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 -ta. majd napig itt van a, a fülemben a Bár rádió. Bár ne lenne itt, ez gondolom, hogy 4-20-kor. Ne tudd meg. És a legszebb az egészben, hogy felkeltem, felhúztam a kis gatyámat, kimentem és locsoltuk a füvet, locsoltuk a virágokat, mindent azért, hogy ne égjen le a gyom. Mm. Tehát, hogy ott, ott aztán nagyon-nagyon figyelnünk kellett erre együtt csináltuk a kertet, akkor fölástuk, kapáltunk, és ez volt a, a programom reggel 8. De azért, Tomika, az a munkaetika, amivel te most rendelkezel, az példaértékű, tehát szerintem erősen benne van azért a... Benne. Benne. Sőt, azt mondanám, hogy az etikett, amit megtanultam az illendőségről, hogy, hogy mit illik, mit nem illik. Mm. A papám egy végtelenül, végtelenül Hát úriember volt. Uh -huh. És, és a, a hölgyeket, ahogy kezelte, ahogy, ahogy magázódott. Tehát az a fajta magázódás, hogy kegyednek hívta. Az egyik dalom a Babám című dal, az például magázódva írtam a szöveget. Uh -huh. És ilyet nagyon ma már nem csinálnak. Igen. És én azért akartam írni egy ilyen dalt, egy ilyen mai köntösbe, hogy valahogy a régi korokat egy picit megidézzem, hogy akár az idősebb korosztály is tudjon bele azonosulni. És imádtam a papámat, hogy magázódott. Ez annyira szerettem benne. Mm. És a, a, a szép napot kívánok mindenkinek, ez annyira megmaradt, hogy én is mindenhova megyek, szép napot. És mindig meglepődnek az emberek, hogy miért nem jó napot kívánok. Ez ismerős. És én mindig azt mondom, szép napot. Ez egy nagyon érdekes Igen. dolog. Úgyhogy a papámnak nagyon sok mindent köszönhetek, rengeteg élményt. Menjünk tovább? Tolók. Mehetünk Nos, ennek a képnek azt a címet adtad, hogy édesapámhoz költözés, vagyis a zenei pálya kezdete. Így van. Ez egy nagyon nehéz időszak volt az életemben, ugyanis édesanyámnál ugye diagnosztizálták a daganatot, aztán nagyon nagy szerencsével sikerült a 70%-át el, eltüntetni, el, eltüntetni a daganatnak, de 30%-a volt még bent. Uh -huh. Azt mondta a professzor nekünk, hogy Hát most vagy elkezdünk messzesedni, ami egyfajta bénulással is fog járni, ez a hosszabb folyamat, uh -huh. ez, ez, ez azt jelenti, hogy akár 15-20-25 évet is még elérdegélhet édesanyám, vagy Felújul a daganat. Ha felújul, akkor bizony már nem lesz mit tenni, mert olyan helyen volt ez a mm. daganat, így is, a bal szeme mögött volt, és már akkor szinte... Ez ökül. milyen daganat volt? Äh, Agy daganat, az, igen, és, és ez a primer. tehát az a nagyon, nagyon, öh, nagyon agresszív Aha. daganat öh, volt, és nagyon nagyon hamar nőtt, tehát nagyon gyors öh, lefolyás Mennyi volt. volt itt ez Nagyon volt, fiatal, tehát 30 körül volt, a, amikor, amikor ez, ez kiderült. Szóval nagyon-nagyon fiatal, 30, 33 éves volt, 32-33, mikor kiderült, hogy daganat. Megengedsz egy kérdést, Tomika, mennyire hiszelte abban, nem mintha most nagyon jelentősége lenne, csak hogy az előző képnél beszélgettünk arról a büszkeségről, amit az édesapád a kapcsolatból tartásból öm, vele szemben tanúsított, hogy öm, ugye a pszichoszomatika az, hogy öm, esetleg a, a bennünk lévő sérelmek, fájdalmak, öm, okozhatnak testi elváltozást, akár végzetes esetben ugye akár ilyen típusú daganatokat is. Tehát mennyire gondolod azt, hogy az édesanyádnál ez összefüggésben állhatott? Én, 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 én pontosan azt gondolom, hogy az érzelmei az előbb-utóbb kiül. Én azt mondom, hogy az érzelmek előbb-utóbb kiülnek a testre. Mm -hmm. És én ebben nagyon erősen hiszek, hogy annyi ideig tartotta magában ezt a fájdalmat, mm -hmm. ezt a keserűséget. Ha édesanyám életét jellemezhetném egy szóval, akkor azt mondanám szomorúság. Tehát egy szomorú, keserű élete volt. Ő nem volt boldog ember. Őt bárminek nevezhettem volna, de boldognak soha. Mert lehet, hogy egy pillanatnyi örömöket tudtam én okozni neki az életében, de borzasztó komplexusokkal és borzasztó érzésekkel küzdött ő, egyes, egyedül. Végtelenül magányos ember volt. Édesapámat nagyon szerette nagyon-nagyon sokáig. Szerintem Szerintem élete végéig szerelmes volt édesapámba, valamiért ezt érzem. És akármikor apámról volt szó, vagy meglátta őt, anyukámnak láttam egyfajta csillogást a szemében, amit, amit, amit csak akkor véltem felfedezni, amikor édesapámat meglátta. És akkor még fiatal feje azt gondoltam, hogy szerintem szerintem édesanyám sosem tudta lezárni azt, hogy édesapám őt elhagyta. Uh -huh. És ezt a, fajta, ezt a fajta magányt, amit ő egyedül élt meg, ezt a fajta keserűséget, ennek ki kellett jönnie valahogy, és kijött. És 99-ben ezt diagnosztizálták nála, de valahogy még akkor is annyira erős volt benne az élni akarás, uh -huh. hogy túlélte. Másfél év telt el azzal, 99 ekkor voltam 8 éves uh -huh. már. Tehát 8 évesen ö, elkezdtem édesanyámat tanítani, járni, beszélni, megtanítani, hogy kell használni a kanalat, a villát. Ott, ott egyébként ott véget ért a gyermekkorom. Tehát felnőtté vált. Ott egy pillanat alatt. alatt. Így, mintha elvágták volna az egészet időm se volt feldolgozni a, a, a folyamatot. Vissza hogy... Sem tért már a gyermekkorod? Tehát onnantól kezdve már ebből a felnőtt létben maradtál, vagy ott? Azt gondolom, hogy a gyermek, gyermek, az mindig itt lesz. Aha. Az, az marad. Felnőttként is. Van egyfajta fajta énem. az Minká a... arra hogy meg tudtad-e élni. Nem. Tehát mondjuk Okay. Már nem. Nyolc éves koromig tartott a gyermekkorom, mm. és ott véget ért. Mm. De amíg az volt, az, az, csoda volt. Tehát ott tanítottad újra édesanyádat? Ezekre igen, az igen, funkciókra. igen. Ja, akkor jött... Akkor jött, Ez 99 igen, akkor? Igen, igen. És 2000-2001-ben a bátyám leköltözött teljes nyára hozzánk, és ő együtt, együtt tanítottuk anyukámat továbbra. Mm. Amikor mosdatni kellett fürdetni, akkor a bátyám nagyon sokat segített ebben. Mm. Amikor elment, akkor egyedül csináltam. A papámnak sosem engedte. Tehát a... Tényleg? Apukáj, Megint vagy mi? Hát önnek egy férfi, hiába, mm. az a saját édesem, nehogy már hozzányúljon, ja. és nekem kellett mosdatnom édesanyámat. Mm -hmm. És a szó minden értelmében azt mondom, hogy, 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 hogy hálás vagyok, hogy ott voltam neki akkor. És azt gondolom, hogy egy viszonylag, ugye olyan rokkant nyugdíjas lett, mm -hmm. semmilyen munkát már nem tudott vállalni onnantól kezdve. Hát 70-80 ezer forint volt, ami jött neki havi szinten, és ebből próbáltunk megélni. A papám szintén nyugdíjas volt, neki is körülbelül ilyen 100 000 forintra, tehát nagyon minimális nyugdíjat kapott ő is, és ebből próbáltuk kigazdálkodni az életünket, de mivel a papám, ki kell mondjam, sajnos tényleg olyan ember volt, hogy mindenki segíteni akart, ami nyilván a jó szívesége, én a jót látom ebben is, de azért felelőtlenség is volt, mert ö, sokszor tényleg az volt, hogy csak édesanyám volt az, aki próbált abból a kis nyugdíjból eltartani a családot. Aztán eljutottunk arra a szintre, ekkor voltam 11 éves, amikor a gitártanárom oda ment apukámhoz végén, és anyukámhoz, és azt mondta, hogy hát itt a Tamás, fantasztikus tehetség, viszont mi ennyit tudtunk tanítani. Klasszikust megtanulta, menni kell tovább jazz-tanszakra, zenetörténelmet, tanítani kell fejleszteni, mert a más őstertség. És akkor ez volt a kiváltója annak, hogy ide költöztél, mert hogy ott már nem tudtátok finanszírozni a te tovább lépésedet? Így van, így van. És ez egy nagyon nehéz döntés volt akkor, mert nem akartam ott hagyni a anyukámat. Uh -huh. De én szerettem édesapámat, szerettem a testvéreimet, akik, akik már tehát a... Jobban, a, voltál tehát velük jobban voltam belük uh -huh. is természetesen. És tudtam azt is, hogy apukám virtuóz gitáros, nagyon sokat tanulhatok hmm. majd tőle. E, és hát nyilván a zene volt az utam. Éreztem, hogy nekem erre rá kell lépnem. Nehéz út lesz, de muszáj megtennem ezt a lépést. De valahogy úgy szerettem volna, hogy közben ne engedjem el édesanyám kezét. Nyilván a papám mondta, hogy mi mindent megoldunk, és addigra anyukám is volt már egy olyan állapotban, hogy magát ellássa. Hmm. Az már egy fokkal nehezebb lett volna, hogyha ott maradok. Mert magát még ellátta. De az, hogy engem is, is tápoljon, akár anyagilag, akár lelkileg próbáljon engem támogatni, nem nem ment, hmm. nem ment már neki. akkor Tehát el... akkor édesapád, és ez a kép, ez... Ez a, egy Dunajvárosi stúdióban ö, készült rólam, egy, egy stúdiós barátom, aki egyébként a felköltözésem óta, tehát 11 éves korom óta megismertük egymást, és azóta dolgozunk mi együtt. Subets Tamásnak hívják őt, és tőle tanultam meg a, a például a stúdiózás alapjait, uh -huh. rengeteg mindent tanultam nála. Ez pont egy kép, amikor ott ülök az ő gépe és hangszerei előtt, és tanulom a, a hát tanulom a szakmát, hogyan kell zenei producerként, hogy kell keverni hangszereket, hogyan lehet jól összerakni egy komplett dalt. Uh -huh. Mert engem valójában mindig ez érdekelt, hogy ott történnek a csodák lent a stúdióban. Hmm. A másik pedig a színpadon. Hmm. De ez a El még lesz sok példa Igen. egyébként így a színpadhoz, meg a megvalósuláshoz kapcsolatban. Én behozom a következő képet, ha megengeded. Persze. Mert uh, itt most nem sokat beszélgettünk édesanyádról. És amiről elindultuk a beszélgetést, így a kamerák előtt, akkor elmondtad azt, hogy édesanyádról nem sok képed van. Uh, és ez egy olyan, ami, ami egy első emlék, ami, ami, amin együtt vagytok. És látszik az, hogy milyen szeretettel néz rád itt igen. is, és, és hát ugye az eddigiekből azért kiderül, hogy sajnos bekövetkezett az, azt a címet is adta az ötös képnek, hogy édesanyám halála. Igen. igen. Ö, ö, 2011 volt, december 26-a karácsony, reggelén halt meg. Előtte egy hónappal hirtelen elkezdett rosszabodni az állapota. Uh -huh. ö, nagyot ugrottunk, azt tudni élik, hogy akkor már felköltözött Dunajvárosba, felköltöztettük Dunajvárosba hozzánk hogy mellettünk legyen. Mm -hmm. Nagyon nem szeretett ott élni Városban. Ő vidéki lány volt, világ életében utálta a várost, nem szerette. Egyáltalán nem szerette. És lehet, hogy, a, hogy, 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 mivel nem érezte otthon magát, nem volt az az otthon érzete. Mm -hmm. Lehet, hogy ez is sokat, sokat nyomott alatt lehet az is, hogy ezért ment el, tehát hogy már nem talált a helyét. Felnőttem, 18 éves lettem. Eltelt ennyi megvártam, hogy, hogy felnőjek hogy felnőjünk. Látta, hogy már, már dolgozok, hogy pénzt keresek. Voltak már akkor bármilyen sikereid? Voltak uh, televíziós Tehát sikereim. Tehát látott így? Látott, Volt koncertemen is. Látod, mm. Látta, hogy mennyire szerettek Tényleg az volt koncertemen volt, is? Volt, volt. Uh, mindig féltett, mondta, hogy az emberek úgy, úgy azt mondják, hogy olyan, tehát hogy cibáltak jobbra balra Aha. fotóért, és hogy, és hogy aggódott értem, ugye bírod? Mondom, hogy ne bírnám. Nagyon még, végtelenül büszke volt. Mikor az, első dalom el, mikor az első dalom elkészült, akkor ő volt az első között, Akinek megmutattam, mm. és hallotta, hogy énekelek egy felvételen, és új zakogott, annyira sírt, és mondtam, hogy hát, hogy de anyu, miért sírsz? Hát, mert olyan szép, mondtam, hogy új. Ez olyan jó pillanat volt. Mesélsz ez... nekünk kicsit arról, hogy milyen szép hangja volt édesanyádnak? Ugye apukád. Igen, sokszor mesélsz, hogy ő zenész, Igen. és hogy de az édesanyádról most mondtad nekem itt a forgatás előtt, hogy milyen Igen. gyönyörű hangja volt fantasztikus hangja volt, és nagyon tehetséges volt, és sosem foglalkozott ő valójában az éneklésre, csak úgy összeszerűen, tanár nélkül. Mindig. Autodidakta módon tanult angolul dalokat, Barbara Staysland volt az egyik kedvence, imádta. Pedig az elég nehéz, nem? Nagyon hát, de úgy énekelte, amit Magyarországon én még nem hallottam senkitől. A mai napig megvan. Megvan, ahogy énekelte a dalokat, és azokat a hajlításokat olyan precízen szedte le, amit egyszerűen nem tudok most megmagyarázni. Aztán ezt a tehetséget felismert egy kórusvezető, az a lecsapott rá, és vitte magával a templom énekekre. Ö, szoprán énekes volt édesanyám, Ö, tehát operákat operettek. Ő úgy énekelt, olyan uh -huh. fantasztikusan, hogy a mai napig csilingel a hangja. Tudod, a, úgy van, a tökéletes hang, képzelj el egy kört, uh -huh. és abban a, annak a centrumja a tökéletes hang. Uh -huh. Egy profi énekes általában ezen a körönben belül énekli a tiszta hangot. és csak ott mozog picikét. Édesanyám az az énekesnő volt, aki a, a körön belül is a centrumban énekelt. Tehát stúdió munkával utólag nem kellett dolgozni az ő hangján. Sose kellett volna, mert olyan szépen tisztán énekelt. Um, sosem fogom elfelejteni, Én nem kell hozzá felvétel. Itt van a fülemben, a mai napig a hangszín, az orgánum, ahogy énekelt, ezt így fel tudom idézni. Gyönyörű hangja volt. Imádom, amikor erről mesélsz. Itt az egész történetedben egy óriási kvantumugrás következik minden szempontból a következő képpel. Épp ezért kérdezem meg, hogy mehetünk-e tovább, vagy szerszeli? Persze, Jó, nézzük akkor. Hát igen, minden értelemben itt azért az a férfi, az a jelenet, az a nő, tehát így az egész, ami megjelenik, azt a, ké azt a címet adtad a képnek, hogy Andi, Dávid és Goku az életem részévé válik. Ja, én azt veszem észre magam, hogy ahogy idősödünk, úgy egyre érzékenyebbek vagyunk. És hogy ez egyre... így van jól? Ez annyira jó. Ez annyira jó érzés. Főleg az, hogy most már nem akarok megfelelni. Mm. Persze, próbálok azért azért küzdök itt az érzésekkel, hogy tudjak neked mondani. Egy épp mondatot, egy teljes mondatot. De ezek olyan erős Még vagyunk. <laughs> Egyébként igen, legfeljebb majd vágunk. Ugye, <laughs> én is ilyen egyre szentimentálisabb vagyok. Tehát ennyiszor érzékenyülök, főleg így a gyerekeim leszeretejenek, hát hogy az egész döbbenetes. Tehát én is meg vagyok tehát hogy én Ugye? értem ezt, ezt a folyamatot, eset. amit mondasz, hogy mi történik, mi ez most éppen? Tényleg, hogy nézek egy videót, és már arra, arra azon kapom fel, hogy bőgök, hogy mindent megtudhatni, és ez mm. olyan jó dolog, mert megéljük az érzést. Ugye. Hát, Uh, Andika, ez a, ez a kép is egy az egyik kedvenc képen, pont, ö, pont az esküvő, igen, a, itt, ilyenkor, tehát itt házasodtunk össze a Aha. Maldiv szigeteken, és ez egy olyan pillanat, Bocsánat. amit... Ezt szeretném idehozni. Igen. Csak egy pillanatra igen. mondhatjuk, hogy hatásvadász, hogy mondhatunk bármit, de ez az üzenet. Igen. Tehát folytasd kérlek. És, és, Na igen, a párhuzam. Hogy egyszerűen annyira különleges, amit, amit érzek iránta, hogy nehogy azt hitt, hogy én nem lepődök meg rajta. Tehát most lesz tíz éve, hogy együtt vagyunk. Meglátom ezt a képet, és azt érzem, úgy dobog a szívem. Én annyira mér mérhetetlenül nagy hálát érzek iránta. Tehát, hogy egészen odáig az életem arról szólt, hogy mindenkinek megfeleljek. Tehát amíg őt nem ismertem, meg akartam a családomnak, a barátoknak, a tanároknak, mindenkinek felelni. Egy bóvócot játszottam, hogy mindenkinek frankó legyek, még a barátaimnak is. Akiknek a, hát akiket azt gondoltam, hogy barátaim. Igen. És aztán jött egy, megint húztunk, jött egy, <laughs> jött egy, húztunk egy vonalat, és megismertem Andit. És Andi egyszerűen az első beszélgetésünknél is azt mondta, akkor ült le velem először beszélgetni, mikor látta, hogy nem akarok szerepelni. Pont édesanyám halála után volt ez. Mennyi időt eltelt ott az Andi? Pár hó... Hó... Én azt mondanám neked, hogy pár hónap. Annyira Igen. közel azért... volt az, közel... az elveszítése, és az Andi meg beérkezés fél... az életedben. Igen, mert 2012-13-ra teltem okay. azt, amikor Andi meg... Beér... meg igen, jött. És és egy kávézót vezetett. Ő. És a mai napig megvan a pillanat, hogy én ott ültem bent, nem, nem hangoskodtam, ő került mindig engem. Ő neki nagyon sok voltam, mert mindig, ha mindig, produkáltam magam. Az a típusú csávó voltam, aki, 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 aki egy idő, egy ponton már akár idegesítő is mm -hmm. lehet. És ő nem akart engem. Én próbáltam azért hozzá közeledni, de hát ő nem. És csendben üldögéltem, és látta, hogy na most egy őszinte pillanat van, hogy ő most leül hozzám, megkérdezi, hogy hogy vagyok. És elkezdtem neki beszélni édesanyám haláláról, magamról. Úgy nyíltam meg neki, mint még soha senkinek. Olyan szavakat használtam, amit még azelőtt soha. És akkor, akkor, akkor a felismerés az első pillanatban jött, hogy na nem, nem, mert hát ez nem lehet igaz. Hát, hogy lehet valakinek így megnyílni? Hogy lehet, hogy valaki ilyen hatással van rád? Hogy lehet az, hogy neki nem akartam megfelelni? Szomjaztam az ő társaságát, hogy vele lehessek. Mert éreztem, hogy nála nincsenek szerepek. Uh -huh. Ő úgy szereti, hogy vagyok. Vagyis akkor még csak kedvelt. <laughs> De hogy végre... Elfogadott, igaz? Elfogadás. Olyan elfogadás, ami nélküli. Sehol nem tapasztaltam. Nem a horvátó, amikor a színpadon... Igen hanem igen. a kávézó vagy az ember, akinek vannak sérelmei, fájdalmai. Igen. igen, és akkor még nem is tehető, tehát akkor még nem voltam olyan sikeres. Ismertek televíziókban innen-onnan, de akkor én vendéglátoztam. Mm. Édesapám zenekarában, és már más zenekarokban, partizanokban. Vendéglátoztam, osztam, az azt jelenti, hogy ott zenélt, vendéglátóhelyeken? helyeken? Igen, igen tehát nem úgy, hogy helyeken. helyet üzemeltettél, ma miatt is kérdezem. Nem, nem vendéglátókban zenéltünk, tehát ö, lakodalmakban, céges rendezvényeken, partizanokar voltunk. És és, és és az én feladatom az volt, hogy gitározzak, vagy kongázzak, vagy a háttérben ott vokálozzak. Sokáig uh -huh. ez volt az én feladatom a, ezekben a zenekarokban. Uh -huh. És um, hát nem egy nem az én utam volt. Az, az már akkor tiszta volt, mert sosem éreztem magam boldognak. Mindig azt éreztem, hogy valami hiányzik a lelkámban. Nekem egy kicsit úgy tűnik, mint hogyha úgy beszélnél erről, hogy az édesapád árnyékában éltél ott, nem? Uh -huh. Igen, mondhatni. Mondhatni, hogy édesanyja, eh, bocsánat, édesapám árnyékában, de de ez, ez nem? nem, bántóan, vagy nem negatívan, hanem hogy, hogy olyan respektel beszélsz az apukádról, hogy nem akartál ott te annyira kitűnni, hanem azt mondtad, hogy oké, ha kell, hátó vokál, igen. oké, ha kell, akkor kiegészítem, mert, mert, mert ő. Igen, mert, me, illetve azért, mert zenéltem. De Tehát azért voltam hálás, mert úgy voltam vele, hogy mindegy, hogy mit csinálok, csak, zenél. csak zenélhessem. Hogy azt csinálhassam, ami boldoggá tesz. Mm. Mert engem az is boldoggá tett, hogy a bátyám állt elő, édesapám mellette, és ők nyomták, mint a, az állat. Nem volt, ez, nem volt ez rossz. Sőt, akkor abban az időben így volt ez rendjén. És én akkor még csak annyit hittem el magamról, meg annyi, annyira hittem magamban, hogy nekem ennyi jár. Mm -hmm. Hogy ez, ez ennyi. És akkor tudtam örülni neki és volt olyan, hogy egy egész éjszakát dolgoztam 5000 forintért, és 8000 volt a benzinköltség. Ja. Tehát volt De ilyen. De imádtad, amit csinálsz. Mindig szerettem. És mindig megjött imádtam. a nő. Jött Andika, aki, aki leült velem, beszélgetett velem, meghallgatott engem, figyelt rám. És nem csak, hogy figyelt rám, érdekelte, Isten igazából úgy igazán érdekelte, hogy ki vagyok én valójában. Hmm. Meglátott bennem valamit, amit én akkor meg nem. Fogalmam sem volt az, hogy ő, hogy ő sokkal többet lát. Ő már látta azt a személyiséget, aki mondjuk ott szembenéz vele már. Tehát őt évekkel ezelőttről beszélt, tehát ő meglátta. És ő elkezdte csak így finoman kérdezni, hogy nem érzed azt, hogy nem vagy önmagad? Tehát, hogy itt most szerepeket kell játszanod. Nem ilyen vagy. Velem más, hogy beszélsz. És elkezdtek elkezdte, elkezdte felismerések jönni, hogy miért akarok én szerepeket játszani? Azért, hogy szeressenek, hogy elfogadjanak. És egyszer csak elkezdtem elindulni az önismeret útján. Megismertem önmagamat, a hibáimat, hogy milyen ember vagyok. És hogy valójában én mindenkinek hazudok, mert saját magamnak is hazudok. És így nem élhetek, főleg tinédzserként, fiatalként, agyalva azon, hogy kinek, hogy legyek jó, akár édesapámnak is. Uh -huh. és, és egy eljött az a pont az életemben, amikor azt mondtam, hogy elég. Nem lehet ezt így tovább csinálni, mert én is, én is meghalhatok én nekem is jöhet egy daganat, jöhet egy prostatarák, jöhet bármi, mert a test jelezni fog. hanem vagy a helyeden, először csak kicsi kövekkel, aztán egyre nagyobb téglába. Kapsz a fejedre, aztán. És viszontlátásra és én már nem akartam ezt. Én el akartam kezdeni önmagam lenni. Tehát ráismertél arra, hogy mekkora kontraszt van a között, amit kifelé mutatsz, és amit belül érzel, Igen. és amit egyedül csak Andikának mertél megmutatni. Így van. Mert egészen odáig egy csajozógép voltam, két kanál az életet, hétfőn egyik lánynál másnap már más lánya, azt se tudtam, a nevüket nem tudtam. Én egy ilyen ember voltam. De tudod, mi az izgalmas ebben, Tomika, hogy amit kaptál, az a rajongás, amit ugye a zenei sikereid, meg az, hogy előadó vagy, és a többi, az ugye nyilván egy üressé válik egy idő után, és hogy a viszont, hogy mondtad, hogy odafigyelt, érdekelte, egy őszinte érdeklődést kaptál, Igen. nem a, nem a külcsény miatt, hanem azért, aki vagy te emberként. Így van. És azt gondolom, hogy ez a legnagyobb érték az életben. Olyan, olyan érzelmeket, olyan, olyan, dolgokat tanított nekem meg Andika, szerintem, és ő nem is tudatosan csinálta ezt. Ő csak önmagát adta. Tehát ő olyan, mint egy, mint egy tiszta, tiszta, mint egy tiszta lélek. Nem tudok más mondani rá. Egy jó szívű végtelenül alázatos, és nagyon-nagyon bölcs lelkű emberől. És egyszerűen azok a, azok a meglátások, gondolatok, amiket ő a munkámba is, tehát például a dalok, mm -hmm. mikor elindult a mi karrierünk. Hogy ezt azért írtam, hogy a feleség. Elindult mi karrierünk, most is szépen mondod. Igen. Én imádom, hogy annyi év után is beszélsz róla. Élőben hát, is, tehát ugye most is itt van élőben, de ugye amikor egy asztalnál ülünk, vacsora közben és akkor is mindig, hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy az hát, enyém mellettem. Mert van. tényleg az vagyok. Tényleg. Tehát az, amikor úgy kezdsz reggel, hogy izgalmas a reggel mert egy izgalmas személyiség. Tíz év után is. Nem az van, hogy most összeáldasodtunk, hú, de jól élünk. Csak a lapos, nem tudom. Nem. nem. Amikor nem kapja a figyelmet, ő azt azon követeli. Nincs ilyen. Ha figyelj, is figyelj rám oda. Enny ő, nem kér, ő nem kér, ő nem kér, ő nem kér luxus ruhákat, ő nem kér luxusórát, ő nem kér ékszereket. Sőt, kifejezetten utálja is őket, nehéz dolgom van, amikor napja van, mert nem tudom, hogy mit vegyek már neki. Igazából ő neki ezek a dolgok nem fontosak egy, egy dolog fontos, amikor leülök hozzá beszélni, akkor a telefonom oda tegyem, és csak vele beszélgessek. ennyit kér tőlem. És a legnagyobb ajándék neki, hogyha ha, ha figyelmes vagyok. Ennyi, ennyit kért tőlem, ez nem nagy dolog. Siába veszek neki drága dolgokat, azért még általában úgy vagyok, hogy két napig még nem is szól hozzám. Mert neki meg kell szokni, neki meg ezzel van dolga, Aha. hogy befogadja a szép dolgokat, hogy nekünk igenis jár ez, mert megdolgoztunk. Érte? Nagyon keményen így van. És uh, izgalmas, izgalmas fel együtt. Ő a legjobb barátom. És ezt most már mostanra a többi barátok Fiúk, mindenki megértette, hogy igen, nem fogjuk a Horváttomit leépni, sörözni, mert most van egy szabadnapja, és tudja, hogy inkább néz egy filmet a családdal, mert ő ilyen srác. És nekem a hétvégi kikapcsolódás, amikor nézzen, én nem megyek el bulikázni, meg iszogatni, hanem elmegyünk kikapcsolódni a családommal. Hm. Az nekem az igazi öröm. Én egy ilyen srác vagyok, és mikor róla beszélek, azért igenis. Nekem, én úgy érzem, hogy kutya kötelességem kimondani az igazságot, az pedig csak az, hogy nem én egyedül, én átala lettem olyan ember, aki vagyok. És én neki köszöntem azt, hogy én most itt ülök veled és beszélgetünk. Az összes könyvedet elolvastam, és úgy indult ez, a, ez, a, ez, a, ez az egész, hogy andik hogy csak így odarakta, hogy ha úgy érzed, olvasd bele, nekem nagyon tetszett, nem kötelező. Ha egy oldalt, nem jól rád? soha. Soha. Mindig választást adod, mindig lehetőséget adod, hogy válasszak. És amikor azt éreztem, hogy ő faj a könyveket a nyaraláson, már elolvasott két könyvet, tudod, mit éreztem, na nem áll. Én is akarok, én is akarok olvasni, és elkezdtem olvasni, és elkezdtem még egy könyvet, és akkor nyaralás, végre ő elolvasott nyolc könyvet, én kettőt. De olyan büszke volt azért a két könyvért, mintha elolvastam volna ötvenet. Hmm. Tehát, hogy rengeteget, annyira jól tud motiválni ő. Tehát nem azt érzed, hogy rád akar valamit erőltetni. Soha semmit nem akart. Az összes hobbimat, a, a figurákat, a, a szép ruhákat. Én imádok öltözködni, imádom a luxus dolgokat. És Andika mindent azt mondja, figyelj, ha téged boldoggá tesz, ha neked ez jó, dolgozz érzés. meg. És egyszer ö, pont egy megint ő tanácsolt egy könyvet is, ez egy nagyon fontos mondat, amit, amit elolvastam ebben a könyvben. Egy prostituált és egy festő beszélgetett ebben a, ebben a, ebben a könyvben. És néztek egy, egy, egy pálinkát, nevezzük pálinkának. Uh -huh. És azt mondta, mit kérdezte a festő, mit látsz abban a pálinkában, a prostituált? Érted, mit erős, van benne valami zsája, én ezt látom. És azt mondta a festő, én nem, én látom a növényt. Látom a növényt, ahogy megtépte a vihar. Láttam, uh -huh. hogy hogy alakult, hogyan élt ez a növény. Láttam, hogy gondos kezek megmunkálták, és elkészült a pálinka. Uh -huh. És amit most iszunk, az egy művészet. És amikor a feleségemmel besétáltunk egy ilyen drága üzletben, és megvettem az első drága, Ö, akár órámat, és akkor elmondtam, hogy ennek múltja van. Ezt úgy lakták össze. És, 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 és figyel ámulatta, hogy én többet látok bizonyos dolgokban. Milyen művészt csinálta. Én ilyen ember vagyok, én ezeket becsülöm. És ő pedig minden ilyen hobbimat elfogadja. Fantasztikus. Szeretnél -e még ide valamit, vagy mehetünk tovább? Hát róla beszélhetünk este is, de inkább mondani, menjünk hogy, tovább. Hogy ezt a kérdést kétszer is meg kellett gondolom, hogy feltegyem, mert azt mondta, hogy figyelj, hagyjuk a többit. Én Andikáról akarok beszélni. Tehát azért, mert tényleg, hogyha együtt vagyunk, akkor is leülünk, akkor tényleg. Tehát Andika szól már rád időnként, hogy Tomi elég. Tehát most ezt picit váljátsz. Ez más, mert te mondod, mondod, és ez csodálatos. Na nézzük, mi van még. Ennek a képnek azt a címet adtad, hogy Zenei, Szakmai Sikere, karrier Televíziózás. Hát igen, azért azt tudnélik, hogy amikor ezt most ugye felvesszük, mm. euh, én egy Budapest parkos koncert előtt állok. Tehát holnap lesz konkrétan. Holnap lesz, így van, egy, 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 egy parkos koncertem. Uh, minden egyes dátumot én felvarok a, a kezemre, én felvarratok. Úgy vagyok vele, hogy ezek olyan fontos momentumok az életemben, amit szeretnék uh, megörökíteni, és én szeretem a tetoválásokat. A park az egy olyan csodálatos élmény, amit egyszerűen szavakban nem tudok önteni voltam olyan szerencsés, voltunk olyan szerencsések, hogy kétszer megtöltöttük. És 11 ezer ember előtt kétszer felállni arra a színpadra, az én most próbálom körbeírni, de nem lehet. Ez egy olyan földön túli érzés. Itt olyan energiák mozognak, ami itt nem csak arról van szó, hogy én adok nekik, hanem kapok is vissza. Itt áramlik az Itt egész. Áramlik az Én az is, egész. amikor megélhetem, hogy emberek előtt élek, akkor is azt érzem, mintha egy tánc lenne, mint hogy egy ilyen közös teremtést, Tehát igen. Igen, csodálatos, euforikus élmény. Bizony. Ez egy olyan energia, és, és nagyon sok olyan e-mailt kaptam, hogy, hogy egyszerűen nem tudtak aludni a, a koncert után. Úgy feltöltöttek? annyira mannyira? feltöltöttek, hajnali ötig, négyig, ötig fent maradtak otthon, és beszélgettek családok hmm. egymással, hogy, hogy mennyire jól érezték magukat, és hogy, Fizikailag érezték magukon azt, hogy, hogy fel vannak töltődve. És ez egy olyan jó visszajelzés volt, egy jó visszacsatolás volt, hogy tudtam annyit adni, és én is kaptam legalább ugyanennyit. És ezek, ezek, ezek a pillanatok, ezek megfizethetetlenek. Tényleg azt mondom, hogy amikor elmegyünk majd, akkor én azt gondolom, hogy lehet, hogy csupaszon, de a lelkem az annyira tele lesz olyan élményekkel, és már most 29 éves vagyok, és megélhettem ilyen pillanatokat, és nyilván ez hozzátartozik a televíziós sikerek, hogy mennyi mindent tanultam a televíziózásról, a show hogy kell beszélni, a kamerába, hogy kell nézni. Tehát rengeteg tapasztalatot szereztem. Voltál -e lámpalázás, Mindig vagyok. Most is voltam lámpalázás, hogy bejövök hozzád, mert mindig tudom, hogy annyira szépen, szofisztikáltan beszélsz. Én pedig aludtam, hogy négy órát, és azon gondolkozom, hogy valahogy szeretnék én is megszólalni értelmesen ma. De drága vagy, szerintem nagyon jól sikerült. Ja, és köszönöm. én is azt mutatom a kamerákon kívül is. Köszönöm. Kifejeztem választékosan, és kifejeztem szépen beszélsz. Tehát... Ez is nagyon sokat. Ezt is, ezt is igazából a televíziózásnak köszönhetem, illetve a rengeteg olvasásnak. Én is beszédtanárhoz járok a mai napig, tehát hogy én is dolgozom és, ezért. És, mennyire jó, és mennyire jó, és érzed magadon, hogy fejlődsz, Abszolút. hogy ki tudod fejezni az érzéseidet, hogy el tudod mondani az embereknek úgy, hogy, hogy megértsék. Akár az egyszerű hétköznapi ember is tudsz úgy fogalmazni. Én imádtam ott a parkban is, hogy a két zeneszám között volt valami mondani való, tehát ő ezt hozzá megfogalmaztad, mit élsz meg éppen, hát. mi mentél keresztül, hogyan született ez a dal, mire biztatod őket. Tehát ez egy tényleg egy ilyen, egy ilyen Igen. inspiráló est volt, ami nem csak a zeneszámokról szólt, mert azt nyilván meg tudja hallgatni más a millió, tízezer emberrel, vagy 11 ezer emberrel együtt, de volt egy plusz, ami azt mondott, hogy feltöltődtek. Igen, mert én valahogy a dalaim is azt mindig azt sugallom, hogy, hogy próbáljuk önmagunkat adni. Uh -huh. Megértem az ön, tehát a, a felismerés, amikor megismered önmagad. Ez egy olyan olyan nagy momentum az életemben, egy akkora, akkora, akkora pillanat volt, hogy azt gondolom, hogy az én munkásságom, a mi munkásságunk arról szól, hogy segítsünk az embereknek felismerni önmagukat, elfogadni önmagukat. Ne másokat, először önmagunkat próbáljuk elfogadni. Mert mindig azt olvasom, hogy legyünk, legyünk, tehát legyünk, hogy fogalmazzak, tehát próbáljunk másokat elfogadni. De az mindig magunkkal kezdődik. Hát hogyne? Anélkül nem. O olvastam, nem. Egy, olvastam egy könyvben, <laughs> Aztán szóval lehet, hogy ismerős leszeked ez a mondat, hogy üres tányérból letetni nem tudunk. Igen. És ez nagyon nagy igazság. Amíg magamat nem töltöm fel, addig nem tudok adni az embereknek. És ez, ez mindenkire igaz. Tehát, hogyha ha, ha, ha elkezdünk dolgozni magunkon, akkor előbb-utóbb jön majd párkapcsolat, lesznek sikerek, amikor az önismerés azon szintjére eljutunk, hogy végre nem akarunk megfelelni. Igen. És nekem ez az nagyon-nagyon fontos üzenet, és én azért nagyon-nagyon szeretem, a, ezeket a koncerteket, mert próbálom finoman a fiataloknak megfogalmazni azt, hogy ne akarjál már megfelelni. Add önmagad, legyél olyan, amilyen. Aztán vagy elfogadják, vagy nem. Az már nem, a, az már nem rajtad múlik, és nem a te döntésed. Ez az én üzenetem, ez az elsődleges és nyilván szerelmes dalokat írok, mert szerelmes ember vagyok. És ha a klipet forgatok, akkor Andikát fogom belökni, még ha nem is szeretne szerepelni. De én meg... arra, amikor először rávetted el, és te mondtad, és én nem akartam. Igen, ne, ne, nem akartam, nem akartam. Hát rengeteg ilyen merényletem van ellene. Ő tényleg háttér, ő nem szeret elő állni, nem, tényleg nem is. És... Hát emlékszem a parkba is ott álltunk a színpad mellett, és onnan uh, figyelte azt, ami akkor valósul meg, mert abban nyilván rengeteg munka volt. Hát én is tudom, hogy egy ilyen rendezvénynél az. Hú, hát tudod. Igen, és ott állt, és azt mondta, hogy a Tomi helyén van. Én Igen. meg én is. Tehát hogy ez itt nagyon, nagyon komoly. Annyira jó érzés, amikor egy nővel élsz együtt, egy életnővel, egy igazi nővel. Ez annyira sokat számít. Visszategyem az előző képet. Nem, 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 nem. Szóval szakmai sikerek, uh, fantasztikus. De ez, ez már csak a hozadéka annak, hmm. annak a rengeteg melónak, amit magunkban végzünk, és amit nem látodnak az emberek. De ehhez kapcsolódóan jó a következő kép, mert ennek van egy árnyoldala is. És ezt úgy azt a címet adtad, hogy a Bulvár árnyoldala. Igen. Hát, ezt imádom. Ezt <laughs> <történt. gül> Imádtam ezt a karaktert is. Hát Joker, hát az valahogy egyébként nagyon erős vonzódásom van a Joker karakter uh -huh. iránt. Mert uh, én azt gondolom, hogy egy picit uh, a, a maszk mögé nézünk, akkor egy végtelenül sérült embert látunk. Uh -huh. Egy olyan embert látunk, aki, aki, aki a maszk mögé bújt el, és már-már az őrület bekergette magát azzal, hogy ő, ő rá senki nem figyel. Uh -huh. Mert valójában erről szól a Joker karaktere. Senki nem figyel rá. És nagyon-nagyon megértettem most már. Tehát ugye nagyon elmélyültem, amikor ezt a, ezt, a, ezt a karaktert hoztam az egyik műsorban. Hát igen, ö, én kiváltságos voltam nagyon sokáig, mert a Bulvár ö, nem tudott írni rólunk. Nem volt mit. És a mai napig valójában nincs mit. Mert nyílt napokkal játszunk. Mert érdemben nincs mit, mint, mint aminek alapja ja, lenne. Bocsánat, hogy. Igen, mert ugye én az árnyog, rólad bőven... ja, azt mondja, ah, Persze, persze, bocsánat, én is megkóstolom a kávét most már, ha már. Nagyon kíváncsi van. leszek rá, kicsit félve, mert. Nagyon rendben van. Menjünk tovább. <laughs> igen, oké, <Okay>. zárom. <laughs> már kiderül a következő képből, hogy miért Én mondtam. Egy kicsit félve <laughs> nézem azt, hogy beleiszol a kávéba, de nem tudom. Maradjunk tényleg, jokernél. Tényleg. Én mindig azt nézem, hogy milyen szívvel adják. És akkor, akkor az már rendben, akkor az rendben van. Okay. Szóval a joker karaktere. Igen, ő egyébként egy óriási játékos volt. Szóval öm, azt kell, hogy mondjam, igen, nyilván az elért eredményémről írt a Bulvár. Hm. A sikereinkről, a szerelmünkről, a családomról írt a bulvár, jókat írt a bulvár. Aztán történt egy balesetem, egy, egy műsorba túlvállaltam magam, mm. mert van nekem egy olyan rossz szokásom, a, ami a maximalizmust illeti, hogy nem tudom, mikor kell megállni. Tehát nem tudom nemet mondani saját magamnak. Annyira mm. csinálom, 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 próbálom 110%-ot belerakni mindenbe, amit csinálok. Joda mondta, hogy is mondta, hogy ted vagy ne de Soha ne Így van. De Tomi, ebben még én érzem a megfelelési kényszert. a maximum mögött mindig ott van. Persze, természetesen, hogy ne lenne, mai napig vannak Mert azért a villámhárító Andika, aki ott van és próbálja másik pólust, azért ott van, ez még az inja ott átleng, és akkor azt mondta, hogy nem, még ezt megcsináljuk, még ezt És ha megcsináljuk, akkor úgy csináljuk meg. Így van. És nyilván nálam ez mozgott, ott aztán nagyon erősen. Meg akartam felelni, szerettem volna a döntőig menetelni. Sőt, én nem titkoltam meg is akartam jönni ezt a táncos műsort is. Csak aztán, nyilván, amikor a lélek elfárad, akkor egy idő után a test is jelezni fog. És, 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 már, nem ne tudtam, és már nem tudtam olyan, olyan, olyan erősen, olyan azzal a tűzzel csinálni ezt az egészet. Mm -hmm. Jeleztem, nem volt sajnos nem volt sajnos időm próbálni pihenni. Tehát adni időt, igen, a lelkemnek is a szervezetemnek is. Feszült voltam, frusztrált voltam, éreztem, hogy kezd kicsúszni alulom a talaj. Uh -huh. És aztán a végén, hetekkel később a láz, a betegségek, igazából szó szerint kicsúszott a talaj alattam. Elájultam, kaptam egy agyrázkódást, aztán kizártak a műsorból. És onnantól kezdve ezt egy olyan mély depressziónak, tehát egy mély depresszióba estem. egy nagyon mély uh, hát bukásnak ítéltem. Szóval, hogy azt gondoltam, hogy hogy ez nem igaz. Kudarcként Kudarc, ezt a szót akartam. Látod, nem is ismerem. Ennyire. Nekem kell emlékeztetnem arra, hogy létezik ilyen. Hogy nem, mert az én olvasatomban minden egyes probléma inkább feladat, amit meg szeretnék oldani. És pozitívan próbálom. És jött egy kudarc. Egy óriási nagy pofon. Pedig azt hittem, hogy az utamon jó, jó úton haladok. Tudod, amikor minden klapol. sikerek, minden ott van. Mi lehet a baj? Mit nem vettem észre? Hogy valamit kihagytam és jött egy agyrászkódás is, és nagyon csúnyán, nagyon csúnyán elkezdtek cikkezni rólunk, hogy féltékenység, mert nem, igen, nem győztem vitatkozni a táncpartneremmel, mert ő nem volt annyira megértő velem, mert nem voltam profitáncos, ennyi. Mindenkinek volt a én is hibáztam. Szóval írtak mindent, mindenfélét, amivel úgy találkoztunk másnap a, a címlapokon, hogy féltékeny Andi, mikor? Ha valaha féltékenység volt a párkapcsolatunkban, akkor max én voltam féltékeny, és azért, mert akkor még komplexusokban szenvedtem. Sosem volt féltékeny. Ma már nem vagy féltékeny, Adikára? Már nem. Már nem. Már nem, de ez nagyon-nagyon nagy meló volt. Tehát nagyon sokat kellett dolgoznom azért. Valamiért beraktad a, a, a bulvár árnyoldalát a tíz legfontosabb momentum közé. Ennyire megérintett? Annyira megérintett. Olyannyira megérintett, mert egy felismerés jött hirtelen, hogy ami? hogy nem voltam az utamon. Én nem csináltam mm. jól a dolgokat. Hát az agyrázkódás egyébként tipikus ennek a megnyilvánulása. Igen. Én hiszek abban, hogy minden ilyen testi megnyilvánulásnak most nem csak az, ami sajnos az édesanyáddal történt, Igen. hanem legyen szó bármilyen testi tünetről, az valamire emlékeztet minket, ugye mekkora barackot kapsz. Hát egy agyrázkódást kaptál, Tomika, Igen. hogy nem vagy az utadon komám, valamire más fele nem. keresgél. Nem, hoztam, rossz döntéseket hoztam. Elvállaltam a műsort, amikor már, és ki kell mondjam, hogy talán a motiváció nem volt jó. Uh -huh. Abban az időben lemondták az összes koncertünket, mindet, tehát majdnem 70 koncertről beszélek. De miért, akkor mi nem a vírus volt? A de a vírus. Ez már a vírus. Már a, ez már a vírus. ez a, Igen, a vírushoz köthető. A vírus. Jó, mér... hát ott egyik napról a másikra így elvágtak. Kész mindent. Minden. És uh, én előtte nemet mondtam erre a táncos műsorra, úgy éreztem, hogy ez, ez, nagyon, ez már nagyon távol áll a zenétől. Aha. De hát aztán mégis gondolkoztunk rajta, de mondtam, hogy szívem, itt lesz az ősz, ismerlek téged, szeretnél valamit csinálni, tanulni, fejleszteni akarod magad. A táncot egyébként meg be tudod építeni a sóműsorokba, mm. hogyha lejtesz egy latin táncot, éppen egy brazil szambasót csinálsz éppen. És valahogy sikerült meggyőznie. De úgy belül, belső érzésem valahogy nem, nem, nem vonzott engem ez. És már az első pillanatban éreztem, hogy ez, ez, nem biztos, hogy oda fogom úgy tudni tenni magam, mert nem hittem abban, hogy én jó táncos lehetek. Aztán később kiderült, hogy sikeres volt, szerették az emberek. De valahogy motivált lehet a pénz is. Mm. Nem csak az, hogy teljes szívvel lélek csak a műsor miatt csinálom ezt, hanem lehet motivált a pénz is, hogy mivel mindent kihúztak alólunk, azért valamit keresnem is igen. kell. És ezt be tudom, most, most már ki tudom mondani hangosan, hogy igen, a pénz is motivált, és amikor engem a pénz motivál, onnantól kezdve, nem vagyok jó úton. Hát volt van nézel a távcsőbe, tehát én mindig azt én érzem, van. az a ragyogás a szemedbe, az abból adódik, hogy a szívedből a döntéseket, Igen. és itt viszont hoztál racionális döntést, hogy jó, Igen. hát azért lemondtak ennyi, valami kell, oké, igent mondok, és de desem. ott már... Volt egy, és, 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 ott már, tehát amikor a tudat alatt már ott van benned, hogy ajaj, ez nem biztos, hogy jó út. Olyan táncpartnert kaptam, akik, akivel sajnos nem volt jó kémiánk. Mm -hmm. Tehát dolgoztunk, próbáltam, mindentőlem telhetőt megtenni, hogy jó legyen, nem volt jó. Nem működött. Nem hibáztatom őt. Egy teljesen másik emberről van szó. Más gondolatokkal, más szemlélettel. Én is teljesen más ember voltam, és ez sokszor kiütközött mm. nagyon erősen. Az alázatról, a, a tiszteletről, nagyon sok mindenről teljesen más, hogy gondolkoztam én. Mm. És ezzel és ez előbb-utóbb kijött, hogy már nem boldogan mentem, már nem úgy csináltam. Megcsináltam, mert ö, mert, mert a kötelesség tudat hajtott. Mm. De nem volt már benne, egyre kevésbé kiveszett a szívem. Mikor megkérdeztem a Dávid hogy na nézzel majd este, azt mondja, hogy én nem. Mondom, nem. Nem. Azt mondja, nem látlak titeket, nem szavazok rátok. Én azt várom, hogy kies. Mondom, tessék. Azt várom, hogy kies. Nem azt várom, hogy kies. Nem vagytok itt. Annyira ritkán látlak titeket. Na hát, az, tudod, mi volt? Puff. Összetörtem. Egyből válő. megérintett. Szerető, de, milyen külön? jó, hogy ilyen őszinte és így kimondja. Hát, hát volt kitől örökölni, igaz? Így van. Pont ezt Hogyan még mai napig... Hogy kapod kapod időnként, nem? Kéti, főleg, hogy ő se akarja megjátszani magát, ő magát adja. Hát én látom, Nagyon amikor minden... a képeken annyi is hogy nem akarod állni egy képre se hát neki nincs kedve pózolni meg, nem. hogy horvát Tomikával, maga. nem tanulcsal. Soha. Hagyjatok engem Soha. békén. Hát figyelj, az, hogy reggel az iskolát, iskoláig, tehát Szeretném elvinni az iskolához, és azt mondja, jó, állj meg két utcával előre. Mondom, miért? Mert nem kell látni, hogy milyen autóból szállunk ki. Nem kell ezt. Mondom, Dávid, szégyelled. Azt mondja, nem, büszke vagyok rá. De amikor megkérdezi az osztályfőnök, hogy ki hol nyaralt nyáron, és valaki azt mondja, hogy a mamához sem tudta eljutni, kulcsra, ami tőlünk 15 km, akkor én mondjam azt, hogy hát én meg Bali-szigetén nyaraltam. Hm. Én nekem itt van a Bali, azt mondja, én én megértem, én vártam én azt a pillanatot. De, de nem fogom terhelni a másikat ezzel. ezzel. Egy Más mai tinédzserről beszélünk, egy mostani tinédzserről, és a telefonját úgy beszél, hogy mm, berakja. Nem. Annyira buzog benne az empátia. Hát nyilván Andika fia, tehát nem hiába. Igen. Én tanulok tőle. A mai napig tanulok tőle. I a -től mai napig beszélsz róluk tényleg, és ezt nem csak így hát a kamerák mert... előtt. Tehát én tudom azt, hogy egyébként is ódákat hát... zengesz mind, mind a kettőjükről, tehát ez egy nagyszerű dolog. Mert egyszerűen, úgy szerettem volna ennyi idősen, 16 évesen én ott tartani, ahol most tart a Dávid. Bevallom, sokkal jobban érzem magam, amikor erről beszélünk, mint az előző témáról. így az Bulvára úgyhogy megenged, akkor tovább is lépj. Még persze. van kettő momentumunk. Ez a kilencedik pillanat, és ennek az a címe, hogy felismerések tisztánlátás. Na és megérkeztünk, ott van egy <laughs> nagyon komoly <laughs> igen. gépezet. Igen, <gül> ez, <gül> ez, ez, ez egy Simonelli gép, igen. Milyen gép? Simonelli. Simonelli. Ez Bocsánat, Simonelli hogy nem tudom. Nem, itt voltam masterclass tanfolyón, ez egy Sopronban készült kép. Oké. Okay. És hát felismerés. Én, én azt gondoltam, hogy csak a zene az. Zene és ami a zenével kapcsolatos dolog, én ebben vagyok jó. Én nem vagyok más, engem más nem is érdekel. Mm -hmm. Csak ez, csak ez, csak ez. Aha. Aztán egy kedves barátom nyitott egy kávézót Debrecenben, és mondta, gyere, kóstold meg. Mondom, jó, mit iszol? Hát én flat white-ot szoktam. Flat white, mi az a flat white Nekem nem mondod, vidéki vagyok. Egy, azt mondja, egy, egy, egy duplasát, egy deci tejjel. Na, ez a flat white. és akkor ez egy Ausztrál eredetű kávé. Na, mindegy, kóstold meg. Mind teljes kávéról beszélünk. Megkóstoltam. Mondtam, hogy rakok bele cukrot, édesítőt, ezt-azt, azt mondta, ne, kóstold meg simán. És ha nem jó, akkor Édesíts. Majd utána. Majd utána, de először adj neki esélyt. Mondom, jó, hát megkóstoltam. És amikor azt érzed, hogy egy tányér ribizlivel erdei gyümölcsel arcon vágnak. Olyan erős gyümölcsös íze volt a kávé, mondom, mi ez? Ez kávé. Ez mondja, igen, ezt hívják speciality Ez egy magas minőségű kávé. És az ízébe olyan szinten beleszerettem, hogy ittam aznap négyet egymás után. Szóval rengeteget tudnék előmesélni, de olyan... Szoktál is. Megint igen. annál témánál vagyunk, amikor mondjuk, hogy Tomika, elég lesz a kávéból, igen. tehát fejezd be, ígyuk, meg, menjünk. Tehát. Próbálom, próbálom, zanzásítva a lényeg, hogy, <laughs> hogy, hogy találtam egy, egy új hobbit, egy hmm. szenvedét. Valami megnyílt. Egy olyan ajtó, egy olyan, egy olyan út, ami amire eddig nem gondoltam. Imádom a kávét, nagyon szeretem a jó kávét, és rájöttem arra, hogy a kávé lehet finom, a kávé lehet egészséges, a kávé lehet nagyon jó is és lehet élvezettel inni minden nélkül. Hm. Na és akkor megismertem a specialty fogalmát, karácsonyra kaptam egy masterclass tanfolyamot, nem akárkitől, tehát ezt muszájá mondanom, Molnár Attila, négyszeres bajnokbarista, és ebből világbajnok is lett, szóval Attila Attilától tanultam, akivel azóta nagyon-nagyon jó barátok lettünk, hm. mert nagyon pozitív életszemléletű, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldog és vidám ember, és hát nem hiába olyan kávékat készít, hogy benne van a szenvedély. Hm. Na és akkor megbolondultam. Mondtam, kész vége. én is akarok egy gépet otthonra, láttártot készíteni, mindenféle levelet rajzolni. Mára ott vagyunk, hogy Andika is gyönyörű rozettákat kap reggel. Mondom, hogy ma mi, én ma mi van az örlőbe szívem? Hát mondom, ma Kolumbia van nagyon jó, mogyoros magyaros kicsit finom, csak is vízeni fog. Szóval találtam egy, 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 új szenvedét. Megnyit egy új, ez egy új világ, még nem tudok sokat mondani róla, de az biztos, hogy bele fogok vágni. Tehát nem tudok sokat mondani róla, az mondjuk egy órán keresztül beszélsz levegővétel nélkül. Ha a sok közben, közben, tehát, na, most az közben, Jó, akkor értem, akkor mi akkor ez, az belejönni. Jó, hát én csak, csak. azt figyeltem, hogy tehát ott szája hallgatom, hogy milyen mélységekben mész, már és utána a végén úgy zárod, hogy most kezdek ismerkedni de, vele. Tehát, ez így... nyilván, nyilván, rengeteg tud, most már azt gondolom, hogy hát, például meg tudom mondani sokszor, hogy honnan származik a kávé. Tehát amit is iszok. Tehát emeljek egy erre, meg kérdezem, mi van az őrölőben, megkóstolom, ez Brazil. És tényleg Brazíl. el tudom mondani, ez etióp. És miért? Hát mondom, nagyon citrusos. Az etiópok szoktak. Biztos, hogy etióp az. Van, amikor meglepődök, én is, de imádják a baristák itt például Pesten, hogyha bemegyek és mondjuk kérek egy olyan kávét, akkor már ú, izgatottak, hogy végre valakinek. És valakinek és Most a zenész itt ennyire képbe van. De tehát sokszor így... meglepődnek, sokszor meglepődnek, sőt meg is kérdezek olyan szakmai kérdéseket mm. teszek fel, amitől mindig itt lefagynak, hogy nem És akkor a legtöbbször egyébként kapok mindig egy ajándék, presszó kávét, amit ők adnak nekem, hogy kóstoljam meg ezt is. És mondom, de hát én ezt nem kértem, ez ajándék. Mm. És annyira jó. Értékelik mert... azt, hogy te ilyen így van. Igen. Csatlakozó igen. hozzájuk. Igen, meg ott is alázat van. Tehát rengeteg-rengeteg hmm. egy, egy munka van a kávéval. Nagyon sok munka. Tehát az, hogy nem egy gépben keresztül megy a babszem, hanem emberek állnak fölötte, és egyesével válogatják, hogy te jó kávét kapjál. Ez tényleg így van ezeknél ez, a speciális ez, ez, kávéknál? Ez, ez bizony így van. Ez kőkeményen így van. Emberek válogatják ki. Nagyon komoly. Lenne van a lelkük. Egy ilyen automatizált világban ez tényleg óriási érték. Bizony, bizony. Úgyhogy ezt én. Hirdetem. Na nézzük, mi maradt a végére, Tomika. Azt a címet adtad neki, hogy a most pillanata. Igen. Egy sármos férfit látunk. Miért ezt választottad, és mi van mögötte? Nézegettem ezt a képet, és azt láttam, hogy annyi, 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 mindent mond ez a kép, a tekintetem. Annyira látszik, hogy, 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 ahogy, hogy, hogy jó, nyilván hunyorgok is egy picit rajta, de hogy az elmúlt időszak, ugye a búvár árnyoldala, hogy megéltem ezeket a lejárató kampány pillanatokat, hmm. és rájöttem arra, hogy, hogy hogy, azért nem minden rózsaszín. És hiába vagyok végtelenül pozitív, és mindenkiben próbálom a jót látni. Nem. Végre fel. Tehát kinyílt valami. Újra felkapcsolódtak lámpák, hmm. újabb felismerések, meg a maximalizmusom is. Mi van akkor, ha nem nyerek? Mi van akkor, ha nem teszek tehát házas bulikat? Mi van akkor, ha tízezer ember helyett mondjuk ötezer ember lesz ott? Számít ez majd? És mindig felteszi andi a kérdést, hogy kicsikém, tíz év múlva számít majd az, hogy mit írt rólad ez az újság, az az újság. Számít az, hogy Marika néni mit gondol vásáros naményban? Rólad. Vagy rólam, hogy én féltékeny vagyok. Még az is rendben lenne, ha az lennék. Kit érdekel ez valójában? Számít ez? És tudod, amikor pakker, mm -hmm. újabb felismerés. Ez a csávó, aki visszanéz, ez most nem akar megfelelni senkinek. Ennek van egy jó pillanata, ami nem tart örökké, mert minden egyes nap dolgoznom kell azért, hogy ne akarjak megfelelni másoknak. De végre elkaptam. Én tudod, milyen címet adnék ennek a képnek? Megérkeztem. Nekem ez van benne, tehát hogy úgy ez a sok-sok sztori, történet, kihívás, élmény, kudarc, kihívás, minden vegyesen, amit most kaptunk tőled, így egy kicsit a motoráztető alább tekinthetünk. Ezen a képen én azt látom, hogy megérkeztem. Ennél nem is lehetne jobban megfogalmazni. Én is ezt gondolom. Így érzed most magad, Tomi? Teljes mértékben. Tehát így éled az életed, most azt érzed, hogy egy jó úton vagy, jó vagány, és a te belsődet követed, így éled meg a mindennapjaidat. Igen, és azt gondolom, hogy amikor azt hiszem, hogy készen vagyok, akkor rájövünk, hogy még nem, nem hm. vagyunk kész. Vagy valójában lehet, hogy sosem leszek kész. De nem is biztos az a fontos, hogy, hogy minden kerek legyen. Hanem inkább az a fontos, hogy minden igaz legyen. Minden őszinte legyen és nem kell, ne kelljen megjátszanom dolgokat, és nem kell maximalizmusnak. Sem. Persze, tegyük oda magunkat, tegyünk meg mindent tőlünk tehetőt azért, hogy jó életet éljünk. De nem feltétlenül most már az a fontos, hogy az elért eredményeket figyeljem, hanem az, hogy én legyek megelégedve. És legyek, legyek megelégedve, éljen meg a pillanatot, és egy mondatom van még, sosem tudtam napközben délután elaludni. Mindig így szakatoltam, pörögtem. A múltkor a, a fiam, a Dávidka játszotta a gépén nagyon hangosan a szomszéd szobában. Andik a, a kádban hangosan csicserget valakivel nagyon beszélgetett, és hallottam, hogy nagyon vidám, mert egyfolytában magasodik a hangja, olyan, mint egy fekete rigó. Úgy, 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 úgy a hangja. És, és, nagyon nagy zaj volt. És elaludtam. És olyan mélyen aludtam, vidáman, mosolyogtam. Felkeltem három óra alvás után, délután, és mondtam Andinak, hogy aludtam délután. Hmm. Mondom, tudom mit éreztem? Megálltam. Megálltam. És végre megéltem a pillanatot, és jól tudtam pihenni. Na ezért gondolom, hogy most vagyok jó úton, és azt gondolom, hogy lehet, hogy nem lesz mindenkinek ez, mindenkinek ez, 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 ez jó. Nem mindenki fog egyetérteni velem a gondolataimmal, a dalaimmal, az üzenetével, de nem is az a lényeg, hogy ők legyenek megelégedve vele, hanem az, hogy én. És ha én elégedett vagyok, és boldog vagyok, úgy is be fog találni azoknál az embereknél, akik, Has, has, tehát hasonlóan rezegnek. Fantasztikus beszélgetés volt, én élveztem, Tomika, és is. amit én magammal viszek, mindig egy mondatra törekszem. Ez most a végén végén menve ez úgy hangzott, hogy nem az a lényeg, hogy minden kerek legyen, hanem hogy igaz. Szerintem ez egy nagyon jó motto, és ha megengeded, akkor én ezt most magammal viszem, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és én szívből kívánom, hogy tovább ilyen őszinte alázatos utat járjatok Bandikával együtt, mert le a büszke vagyok a barátságunkra, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Velünk. Én köszönöm. Nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel ide a csatornára, a jövő héten is várunk titeket egy következő nagyon izgalmas beszélgetéssel. Köszönjük, hogy itt voltatok.